A gyerekek már nagy izgalommal várták, hogy kezükbe vehessék a Magyar Nemzeti Tanástól kapott csomagokat. Bacsó Zsanett ugyan nem várta az iskola kezdést, de tetszett neki az első nap. Tudod-e, hogy mibe különbözik az iskola az óvodától? Az, hogy az övébe játszani kell, nem pedig tanulni. És szerinted fontos-e a tanulás? Igen. A kisdiákokat és szüleiket Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke, Mihó Kucora Eszter, az MNT tagja, és Újhelyi Nándor, a községi képviselőtestület elnöke köszöntötte. Az eseményen elhangzott, a törökkanizsai községben tavaly 17, az idén pedig 16 magyar elsős indult iskolába. Majdányon 4-en, törökkanizsán pedig 12-en vehették át az MNT csomagot. A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomaga most már a 6. éve kerül kiosztásra. Igyekszünk minden évben valamelyest változtatni a csomagon. Ebben az évben egy kicsit dizájnosabbá tesztük, külalakra is és tartalmilag is változtattunk. Bekerült a csomagba a betűkirakó, amely azt gondolom, hogy egy fontos eleme az elsősök tanszercsomagának, hiszen nagyban segíti majd az olvasás és az írás elsajátítását, valamint változtattunk a minőségén a tanszercsomag, de az alapelemek azok maradtak. Újhelyi Nándort, a községi képviselőtestület elnökét remény, bizakodás és elégedettség töltötte el a kis magyar elsősök láttán. Azért mondom, hogy remény és bizakodás, mert örülök neki, hogy ebben az évben is van elsősünk, egyrészt Törökkanizsán, másrészt pedig a településeken is, Majdányon is, és úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagy nehézségek vannak, ezeket nem kell sorolni, vázolni, mindenki tudja. Meg tudtuk az idén is tartani az iskolát, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Az MNT képviselői a szülőket tájékoztatták a Magyar Nemzeti Tanács minden más oktatási támogatásáról, amelyek végig kísérik a diákokat egészen egyetemi tanulmányaik befejeztéig, és amelyekhez a magyar kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság is komoly segítséget nyújt.